mai nap nyílik az új vidámpark a házunk mellett. Srácok, nekem mindenféle gémen kék, hogy próbáljam, erre várok 64 éve. Zseppénzt is összegyűjtöttem, minden itt van a zsebemben, és egyből itt kell elég. Szeretnék egyetlen jó napot kívánok, Sanyi bácsi. Szeretnék létszi, hogy nekem egyből. Esek, meg kell nézni, hogy milyen magas vagyok. Micsoda? Rendítsek, akkor mérjük meg. Akkorának kell lennem. Ujjaj, srácok, ez probléma. 5 magas vagyok, sajnálom, ez nem elég, hogy bejuss. Biztos, hogy van valami módszer az, hogy akkorára meg tudjak nőni. Anélkül, srácok, nem próbáltam, amikor az új vidámparkon. Akkor gyorsan bemegyek, és be kell nyitnom a hűtőbe, úgy valami egészségeset tudjak enni. Jó napot, akkor én kivetem. Egy répa az mindig jó, szóval. Ó, azt, ahogy megnyúlt a kis sajtom. Vissza is jövök a srácot. Jó napot, ettem egészségeset, le tudtál csekkolni, hogy hú, ez most már sokkal, de sokkal jobb. Ki is nézett, most már 6 magas vagyok. Ez kicsit jobb, de még mindig nem elég. Répától egyenlőtt a magasságom, akkor mindenféleképpen vissza kell jönnöm, és még valami egészségeset. Hú, egy egész töltséges tál. Hú, let's go, már lassan ki sem férek az ajtón, ezt nem hiszem. Srácok, ha betörő lennék, akkor konkrétan az egész kerítést át tudom ugrani. Na mi van, Tikit Guy, már sokkal nagyobb vagyok, mint te. Szépen föl is betörnék, vajon megkörök az egész ajtátok. 8, oké, ez már tömegetett, de még mindig nem elég. Akkor valamit kéne csinálnom, a kajálás az nem működik. Ki kell találni, ó, elkezdek gyurmázni, srácok, elkezdek gyúrni az én saját szobába. Itt az a sajtónak a szobája, ez meg apukák szobája. Akkor én elkezdek, és ó, azt, hogy nyújtok, micsoda profi ötlet. Srácok, nekem nyújtani kell, és közben nyújtás közben az ajtót is be tudom csukni. És uha, te, hát nem férek ki lassan, hát beverem a fejemet mindjárt az ajtóba. Figyeljetek már, ide állok, az park, beverem a fejemet. Uram, uram, megérkeztem, rengeteg mindent csináltam, hát konkrétan így kéne fölnézni rám az emberek. Megmérjük, hogy most megkülönök, de még mindig nem. 9,5, nem elég még mindig. Mi a következő? Ó, futkároznom kell a házunk körül. Hát ez micsoda feladat. Mi találtak ki azt, hogy a futástól nő a lábunk? Hát ez bolondos, na mindegyetek, hogy csinálhatok a Cooper köröket, nem tudja, ez középiskolában még volt. Nekünk volt ilyen, azt hiszem 12 percig, vagy nem tudom, mennyit kellett futni. A fárasztó volt, de most legalább le tudom futni, és kíváncsi, hogy mennyire fogok ettől megnézni. Hát lehetetlen az, hogy körbefutástól nőjek. Mindegy, itt van az utolsó checkpoint környéke, már csak ezt kell, hogy felvegyem, és akkor ő meg is vagy. Azt, ahogy megnyúltam most már konkrétan, azt súrolom a fejemet. A küszöbről állj meg, akkor beismerem az egész olyan. Most már át tudnék minden ugrani. Na most mi a... Lassan, srácok, lassan ott vagyunk, hogy túl full magasak. 12-es magasság. Annyit mond rá, hogy no. Csak checkpoint lesz, hogy mit mond a tévé, az, hogy mit tudnánk csinálni a magasság javításával. Várjál, hát le se tudok ülni. Bekapcsoltam a tévét. Ne legyél túl nagy, hiszen akkor nem félsz be az ajtón. Hát tudom, én is ezt mondtam, de ez még nem segített. Akkor vártunk csatornán. Az alacsony emberek ingyen esznek ebben az étteremben. Hát akkor az most már nekem nem való. A következő, magas akarsz lenni, hívd ezt a számot, amiért kapsz egy potion. Itt a telefon, akkor gyorsan jegyezzük meg. 35-74, gyorsan beírom. 35-74, hívjuk is, hát kell a magasság. Meg is jött a futár, hát ezt nem hiszem, meg is jött a futár, és ott van a varázsszer, itt a varázsital, srácok. 3, 2, 1, és így oszta. Mi van, kovámasszony katonája, most már azért nagyon remélem, hogy megesz, most már nagyon remélem, és elértem. A potion meghozta a hatását, 15 magas vagyok, bemehetek, ez az, örülök neki. Ugye mond, hogy jó lesz, ugye mond, hogy... Várjál te, ez volt a good ending, a föld. Tudtam menni a vidámparkba, good ending. A videó második felében azt lesz a feladat, az, hogy a magasság után íz most legyen, hiszen azt a mekkora pocakot növesztettem. Itt vagyok a konditerem előtt, elhatároztam, hogy nekem pénzt kell gyűjteni, hiszen a saját pénzemből ilyenek nem költök, ezért aki elszólta, én azt gyorsan most föl is szedegetem és gyűjtögetem, 9 pénzegyűjre van szükségem. Csak egy kell, és akkor be is tudok menni a konditerembe, meg kell vennem a kártyámat, amivel be tudok lépni. Ura vagy, amit fogok gyúrni. Kicsit félek először bemenni a konditerembe, és osztatom, hogy a recepciós, hát én már megijedtem, még jobban félek. Inkább húzok innen. Meg kell mennem a terembe, és beszélnem kell a személyi edzőbe. Oszta, te ki ez a karatemese? 1%-kal milyen erőmnek kell lenni, mint egyes nap. Uram, atyám, de kicsi vagy, tudom. Egy kis tejet, és meg kell, hogy igyad, ez lesz az első feladatunk. Szóval az első részem is az, hogy kondizunk, hanem el kell menni a boltba tején. Jönem a boltban, a recepción kell megvenni. Értem, én is forgatják maguknak a pénzeket, de protein fogok venni az embertől. Hú, hát ez nem semmi. És van a kezemben a milkentyű, hát akkor szerintem meg is iszogatom. Hú, most már azt le is dobtam az
hát ez gyönyörű munka volt. Most már beszélnem kell újra az edzőmmel. Megszedted a magadat, proteide? Hát persze! Első feladat az, hogy éppen a bicepsekre gyúrjunk egy kicsikét, szóval a dumbbelleket kéne itt emelgetni, szóval gyorsan megfogadjon, és kattingatnom kell, azt a kigyurmázom magamat. Most ez a sajtó, figyeljétek, már nyomogatom, kattingatok, egyre jobban izmosodok. Na már csak kettőt kell fölemelnem, és meg is vagyunk, srácok, hát olyan sok minden szerintem nem változott, még mindig akkora sem van, mint egy tehénnek, de nézzük meg, gyorsan beszélni kell. Húha, sokkal nagyobb karjaid lettek. Csak vicceltem, az izom nem ilyen gyors. Taktikát váltottam, hogy el tudjak most már menekülni az engem csúfolóktól, szóval nem megverni akarom őket, hanem elmenekülni, szóval ki kell jönnöm és enszegetni őket az utcán. Let's go, ezt már szeretem, micsoda futóban, és most milyen gyorsan tudok futni, ez nagyon-nagyon menő. Egész falut körbe futom, figyeljetek már, itt még csak az ötödik checkpointnál járok, azt akkora tereteket kell végrehajtanom, hogy egyszerűen hirtelen végre megvan a hatodik. Úra, végre itt van a nyolcadik checkpoint, átvágunk itt a területen, és akkor mindjárt megvan, egyre gyorsabban futok, mi elképesztően gyors vagyok amúgy. Edző bácsi, most már még egy kinder pingvin, hát már nagyon éhezek, már éhezek, mi? Ó, most még azt írja, hogy még ugyanak tűz, hát ez nagyon-nagyon kire. Akkor adjál valami jó tanácsot. Ki kell mennem a boltba, és 60 kaját kell, hogy egyek. Meg sokkal kisebb lett a hasa, most meg ilyen nagy kocka akar lenni, azért még elég sok zsírra rajta, de semmi baj, megjöttem a boltba, és tényleg 60 kaját kell, hogy egyek, és rajta beriasztott az egész rendszer. Beriasztott az egész rendszer, akkor ide-oda kattingatok, srácok, az egész boltot föl fogom szabadítani. Hát ez hihetetlen, már 44-nél járom, és mi konzerves babokat eszek, mindenféle chipseket. Azt hát konkrétan vissza fogom szerintem hízni mindent. Újra beszélem ki a kócsal, és megint nagy lett a hasa. Szólnom kell egy pizzigét, ez a következő feladat, hát ez nagyon jó hangzik, azért most már verekedése is, srácok, felkészülök a verekedése, azt, amilyen kombókat nyomok, egyik kéz, másik kéz, a lábamat is majdnem nekihajítom, hát ez nagyon-nagyon komoly volt, most már újra beszélem kell, remélem, most már büszke lesz rám a kócs. Következő feladatom az, hogy ezeket a bevásárló szatyrokat adjam oda az edzőbácsinak, az anyukájának, hagyjuk, vagy ilyen házi munkát csináltat velem, itt is lakik az anyuka, jó napot, meghoztam a fia helyen, reméltek kifolyódni anyukája az ajtót. Én azt hittem, hogy ő is full izmos lesz, de nem. Hát fekve kell nyomnom itt ezen a gépben. Jaj, ez aztán nem lesz semmi. Ez aztán nem lesz semmi. Miért kell minden egyes feladatot váltanom? Figyeljetek, már nem elég ugyanaz lenne az összes gép. Összeizzadjam az összes gépet. Hullosan jó ötlet, már csak itt van az utolsó, gyorsan lekattintom és oszta. Nézzük, hogy nézek ki. Azért már fényleg, srácok. Feladatom az, hogy kimegyek ide a parkolóba, és meg kell fordítanom elméletek ezt az autót. Meg kell emelnem, és át kell fordítanom. Klik, 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 és mindjárt meg fogom emelni. Hát ezt nem hiszem el, srácok, milyen feladat. Úrom, atyám, feladottam, és kigyulladt az egész. Amúgy már tényleg kezdek izmos lenni. Egyszerűen megcsináltam ezt a nagyon-nagyon furcsa feladatot, és igen, elvégeztem. Ó, azt a csodálkozik rajtam, hogy milyen nagyon király vagyok, de azt mondja, hogy nekem ki kell mennem, és el kell dobnom a helyére egy felhőkarcolót. Persze, súlyzót emelgettük, most meg nekem ezt a hátat kéne eltolnom a helyéről, hát nem tudja, ez működik fog-e, és hogy nem működne, hát konkrétan tolom arrébb, ezt nem hiszem, mi fog történni. Arrébb toltam ez az egész hétre, tehát a lakóknak meg nem számít. Az utolsó feladatom jön, hogyha jól érzem, hiszen el kell valahogy a földet mozdítanom a helyéről. Elsülök egy autót, utána egy felhőkarcolót, és most a földet fogom valóban elvinni. Itt értepelek, csak is próbálom emelgetni, és földobtam az egészet. Ez volt a good ending, az egész földet földobtam. Remélem azt, hogy mindenkinek tetszett ez a mai videó, hiszen a kettő játékot is kivittünk, magasak lettünk, izmosak lettünk, hogyha nyomtok egy lájkot erre a videót, is nagyon magasak és nagyon izmosak lesznek. A következő videóban, Tali, iratkozz fel, lájkolj, na csákány!